Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a nézőket, akik a Foci, Sport és Hagyomány című műsort immáron másodszor látják, de nem ugyanazt a műsort, de a téma bizonyos mértékig átfedésben van, ugyanis vendégünk Muha József, szeretném, aki nem ismeri, kevesen vannak olyanok, bemutatni, aki részese volt annak a fantasztikus eseménynek, amiről legutóbb beszéltünk, és még egy csomó dolgot megbeszélünk vele, hogy az életét igazából a labdarúgásnak, a Fradinak szentelte, és hát amellett nagyon sok mindent tudunk elmondani. Amiről beszéltünk, arról az eseményről, ami éppen az adás lejátszásakor zajlott le, ott volt természetesen Muha József is, amikor a 30. évfordulóját ünnepeltük annak a csodálatos eseménynek. Ő is ott volt a rendezvényen, és nem akármilyen státuszban, mert hiszen annak a csapatnak, gyakorlatilag Nyilasi Tibornak, a vezetőedzőnek olyan asszisztense volt, amit szeretném, hogyha te mondanál el. Jó egészséget kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a nézőinket. Ahogy Tibor itt az előbb említetted, én szerintem már többen vannak azok, akik nem emlékeznek rám, mert azért a bajnokság óta, a bajnokság megnyerése óta eltelt 30 év, tehát azért ez már lassan a ködbe vész, de hál' Istennek vannak olyanok, és vannak, akik emlékeznek még erre. Nem is kevesen, hál' Istennek, és azt gondolom, hogy meg is kapjuk a megfelelő publicitást, hogy ünnepeljük ezt a 30 évvel ezelőtt megnyert bajnokságot. Igen, de ez csodálatos volt, mert hiszen lehet, hogy ugye hát a fiatalabb korosztály kevésbé emlékszik rá, nekünk egy óriási dolog volt az, hogy végül is 11 év után lett bajnok a Ferencváros, és akkor hadd mondjam el a múltadból, ugye, hogy hát válogatott labdarúgó voltál ezelőtt, ami előtt elkezdte az edzői pályafutást, és a Ferencvárosi Tornaklubban a 11 évvel ezelőtt, azelőtti bajnokcsapatban olyan játékos voltál, aki végül is ott volt, amikor eldőlt minden, Novák Dezső vezérletével, és ha hozzátesszük még, akkor gyakorlatilag azt megelőzően a 81-es bajnokságban is Dalnoki Jenő volt a vezetőedző, ha jól emlékszem rá, és abban a csapatban is részt vettél. Hát hál' Istennek megadatott nekem az, hogy ugye én 70 január 1-ével kerültem a Ferencvároshoz, de a Jenő vezetésével 75-76-os bajnokságnak is játékosként aktív részese voltam, és hát a Dezsővel a 80-81-es bajnokságot nyert csapatnak is játékosként a tagja voltam. Aztán erről az évfordulóról, a 92-esről, amiről beszélünk, az ott már edzőként voltam tevékeny részes a bajnoki cím megnyerésének. Ahogy említetted, nekem mindösszesen 6-szor adatott meg az, hogy a magyar válogatott színeibe fellépjek, de erre is nagyon-nagyon büszke vagyok, mert abban a mi időnkben nagyon nagy volt a konkurencia, de ebben most igazából nem is szeretnék belemenni. Játékosként azért 12 évet lehúztam a csapatnál, és utána még abban a szerencsében részesültem, hogy 81-től 83-ig még Belgiumban 2 évet az igazi profi közegbe tudtam szerepelni. Onnét nagyon sok tapasztalattal felvértezve jöttem aztán haza, és miután a testnevelési egyetem szakedzői szakát elvégeztem, én rögtön 84-től már az edzői, tehát átálltam a túloldalra. És így voltam aztán 92-ben Tibi segítőjeként, de hát ugye már 90 óta együtt dolgoztunk, és 92-ben sikerült a bajnokságot megnyernünk. És akkor, ha már említetted azt a bizonyos 76-os bajnokságot, ugye a 81-es előtt, az még ugye, Dalnoki Jenő vezérletével, és ott volt egy olyan mérkőzés, amit soha nem felejtek el, ott ültem egészen közel a pályához, amikor gyakorlatilag a videótonnal játszotta
a Fradi, amelyikben te is ugye benne voltál, mentek a labdák, innen-onnan, amonnan, és utolsó pillanatban a videóton vezetett, és hát nem sokkal a befejezés előtt, még Isten nyugosztalja, szegény Pusztai Laci volt az, aki a 16-oson belül térült, fordult, és végül az egyenlítő gólt szerezte meg, és hát ezzel, vagy legalábbis ez is hozzájárult ahhoz, hogy bajnokságot nyertünk, úgyhogy összefoglalva kétszer voltál játékosként bajnok, és aztán mint szakvezető, és az edzői stábban pedig hát többször sok sikert arattál, és így a Nyilasi Tibi által irányított csapatban, arról már beszéltünk, és ezt követően pedig majd megyünk tovább, mert Novák Dezső által ugye a Bajnokok Ligájába is bekerült a Ferencvárosi Tornaklub, és hát arról is szeretnénk, hogyha tudnánk egy pár mondatot mondani, de még maradjunk még a rendezvénynél, és a rendezvényhez kapcsolódóan, hogy ott nagyon sokan megemlékeztünk, az idősebb játékosok, akik a hagyományokat ápolják, őrzik, ott voltak, és akkor említs meg egy-két olyan játékos társadat, akik ott voltak, és akikkel ünnepelhettünk, még olyanok is, akik hát ebben már nem vettek részt, mert idősebbek. Hát a teljesség igénye nélkül. Teljesség igénye nélkül. Mondom, akik a legutóbbi rendezvényünkön ott voltak, hát a Pogány Laci volt, a Raptibi, jó magam, én most így hirtelen játékos társamra másra nem is emlékszem. Biztos, hogy voltak irányokban meghívások, valamilyen ok miatt nem lehettek ott. Én más játékos társamra bevallom őszintén nem emlékszem. Tehát így hárman voltunk mi, ha jól emlékszem, a Pogány Laci, a Raptibi és jó magam. Igen. Azt gondolom. Visszatérve nagyon gyorsan, mert ezek szerintem érdekességek, említetted a 75-ös mérkőzést, a bajnoki cím megnyeréséhez nekünk az utolsó előtti fordulóba ugye adatott a Videoton, nagyon-nagyon jó Videoton ellen léptünk föl, egy zseniális edzővel a kispadon, a Kovács Feri bácsival, és hát vezetett a Videoton, aztán elkövettek egy olyan hibát, hogy egy-két sárgával, két figyelmeztetéssel, aztán a Mayer Lajost, Isten nyugosztalja, kiállította a játékvezető, de ennek ellenére az utolsó percekig nagyon-nagyon éles küzdelmet folytattunk. Pusztai Lacit említetted, valóban ő lőtt el gólt, de akkor most hadd említsem meg, hogy ha valaki is emlékszik rá az idősebb generációból, talán igen, meg vannak róla felvételek. Baromi meleg volt, teltház volt egyébként, és az utolsó utáni pillanatban valahogy beverekedtem magam ott az ötös sarka környékén, de pekhemre jobb lábamon volt a labda, és köztudott, hogy én ballábas vagyok. Annyi erőm volt, hogy talán szegény Vég Tibinek a támaszkodó lábára rá tudtam rúgni, el se tudta kapni, onnét pördült le, és aztán érkezett, Istenbe boldogult Pusztai Laci barátunk, és így lett 1-1. Aztán az utolsó fordulóban már mind a két csapat, mi is Zalaegerszegen, és Szegeden a Videóton is megnyerte a maga mérkőzését, de nekünk az a pont előny pont elég volt arra, hogy bajnoki címet ünnepeljünk. Ez volt játékosként, aztán 81-ben pedig a Dezsővel egy más szisztéma szerint, másképp összerakott csapattal szintén tudtunk, hál' Istennek, ünnepelni. Így van, köszönöm szépen a kiegészítést, de hát óriási élmény volt, aminek tehát te is nem kiegészítés volt, Tibor, nem kiegészítés volt, hanem sztori, meg beszélgetünk, mesélgetünk, úgyhogy tudsz mindent egyébként, és úgyhogy nem kell kiegészíteni. Most akkor egy kiegészítést, hogy ott én kérdeztem ugye a korosztályban idősebb generációt, hogy ki volt ott a rendezvényen, de tulajdonképpen azt is, hogy a csapatot Telek András képviselte, ő volt az, aki a csapat nevében és színeiben ott volt, még beszélt is, ő volt a 92-esben, ahol te már sportvezetőként voltál ott. Igen, és akkor még Karába Janit is megemlíthetjük. Csak akkor a Karába Janit most jutott nekem is eszembe, mert egyébként sokan voltunk, és ilyenkor az ember úgy van, hogy nem biztos, hogy mindenkivel face-to-face találkozik, úgyhogy valóban így van. A
Telek Andris volt ennek a 92-es csapatnak a képviselője, hogy mondjam, ezen a rendezvényen, aki rövid visszaemlékező beszédet is tartott, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Én 92-ben már valóban a Tibinek a pályaedzőjeként vettem részt ennek ebbe a sikerbe, de meg kell említenem az akkori stábot, mert ez úgy teljes, vagyis a Tibin és rajtam kívül azért a Szepesi Laci, Isten nyugosztalja. Aztán a Hajdú Józsi volt a kapusedző, Bodnár Józsi, mint masszőr, és az orvosi stáb is Gyarmati Jenő bácsi, hát már én nekem, már lassan nekem is bácsi, tehát Gyarmati Jenő vezetésével az orvosi stáb, Juhász doktor még él, tehát azért ott... Így van, és... Golesz Lajos, tehát most tényleg az ember nem akarja... kiadványban, ugye, igen, lehet látni igen. A kedves nézők felé, akiket említettél, igen. Itt vannak. Igen, rögtön mondom a Flórit is, ugye, így van. Aztán mondom a Dora Janit, aki a szertárosunk volt, ezt csak pontosan azért említem, aki hirtelen az eszembe jut, meg most látom a fotót, mert az akkori 92-es bajnokcsapat egy nagyon-nagyon összefogó, nagyon egységes csapat volt, és azért érdemes a kisegítőkről is beszélni, mert így volt egységes a csapatunk, tehát a szertárostól kezdve az elnökig, mert az akkori vezetőinket is, a Szívos Pista mint elnök, Deák Lacit is érdemes megemlíteni, igen, ugye, mint a gazdasági vonalat képviselő. Remélem senkit nem hagytam ki, de még egyszer mondom, azért érdemes így nevesíteni embereket, mert ez így volt egy teljes, egységes, egy nagyon-nagyon összeszokott csapat és stáb, mert enélkül ez nem lehetett volna egyébként, nem jött volna létre, hogy szokták mondani, annál is inkább, mert hogy visszaemlékszem, és elnézést, hogy egy kicsit bővebben beszélek róla, de abban, amikor elkezdtük ezt a bajnokságot, akkor azért elég nyögvenyelősen indultunk, mert a Honvéd volt a favorit, tehát azt el kell mondani, egy nagyon-nagyon jól összerakott és nagyon jó játékosokban álló Honvéd volt az akkori bajnokságnak a favoritja. Mi a közvélemény és a szakma szerint talán ilyen dobogó közelbe lehettünk. Aztán természetesen a végén ezt erre rácáfoltunk, de mondom, hogy ahhoz, hogy ezt behúzzuk, vagy megnyerjük, ez kellettek ezek az emberek, és kellett az egység, ami akkor bennünk volt. Így van, és ez azért is történelmi, mert ez a csapat, amelyik összeállt akkor, végül is zömében vagy saját nevelésű játékosokból állt, vagy pedig olyan játékosokból, akik fiatalon igazoltak a Ferencvároshoz, és gyakorlatilag egy csapategységet tudtak összekovácsolni. És ha nem lett volna ez a csapat, akkor gyakorlatilag nem lett volna tovább a 90-es évek menetelése. Mert a csapat gerince, attól függetlenül, hogy később Nyilasi Tibi úgy érezte, hogy a csúcson kell abbahagyni, és ő saját maga kérte, hogy hát felmentést se legyen, és új vezetőedzőt választottunk, mint a labdarúgó szakosztály elnöksége. Új vezetőedzőt választottunk, és Novák Dezső személyében volt a következő, de te a folyamatosságot és a folytonosságot megtestesítetted, mert a Dezső mellett is gyakorlatilag te voltál a, mondhatom úgy, hogy pályaedző, vagy pedig segédje a vezetőedzőnek, hogy szereted, hogy mondjam? Segítője. Ugye, és te tartottad a folytonosságot. Igen, tréfálkozhatunk, hogy pályaedző, meg minden, aztán ugye, hogyha a magyar nyelvbe alaposan belemegyünk, akkor olyan nincs, hogy pályaedző, hát nem a pályát edzi az ember, tehát most azért van asszisztens edző. Ezt a Gyetvai Laci bácsi találta ki. Igen, de most már azért inkább segítő meg asszisztens edző, meg másodedző, meg ilyenek, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ember milyen munkát és milyen feladatot végez el. Ha már itt tartunk, engedtessék meg, hogy elmondjam, hogy ennek a 90-es éveknek tehát a történelmi folyamata, hogy úgy mondjam, vagy történeti folyamata a Ferencvárosnál. Ugye ezt tudjuk jól, hogy 89-90 környékén történt egy rendszerváltás a politikában. Igen. Muszáj róla beszélni, mert a futball is ettől kezdve lehetett egy picikét, hogy mondjam, profibb. Idézőjelben mondom, ezt azért említem, mert a 90-ben pontosan a Ferencvároshoz egy valódi
idézőjelben mondom, valódi tulajdonos jelent meg a Jean-Claude Brahe egy francia ember személyébe, Jean-Claude Brahe személyébe, és a Tibi vezérletével egy új szakmai vonal állt a Ferencváros labdarúgó csapatának az élére. Tibi volt a vezetőedző, jó magam voltam az egyik asszisztens, a Szepesi Laci a másik asszisztens, Hajdú Józsi, mint kapusedző, de erről már beszéltem. Ez azért érdekes, mert én akkor már 6 évet, ahogy én Belgiumból hazajöttem, én rögtön ugye Ferencvárosnál lehetőséget kaptam, mint edző 84-től, de 6 éven keresztül a tartalékcsapatot treníroztam és vittem. És ez megint csak azért érdekes, mert ahogy említetted, onnantól jöttek a fiatalok, a saját nevelésű játékosok. Ez részben kényszer is volt, meg részben tudatos dolog is volt. És a 92-es bajnoki címnek az előiskolája, vagy az előszobája lehetett a 90-91-es bajnokság, ahol már azért magyar kupát nyertünk. Diósgyőrbe Vácot vertük 1-0, és akkor ott összeállt egy aránylag jó csapat. De a 92-ben viszont úgy indultunk neki, és azért nem voltunk favoritok a szurkolóink szemébe se, mert a 91-es csapatból ászok mentek el, a Pintér Attila, a Fischer Pali, a Keresztúri Bandi, most hirtelen nem is tudok még neveket, de meghatározó játékosok mentek el tőlünk, és akkor újjá kellett szervezni a csapatot, és akkor jöttek azok a saját nevelésű fiataljaink, a teljesség igénye nélkül, megint mondom, a Telek Andris, a Pálink Zsolt, a Kis Flóri, a Nagy Zsolt, hirtelen ránézek itt a fotóra, akik akkor voltak, így hírt, Simon Tibi, tehát lehetne neveket mondani, és ráadásul még az oldaligazolásaink is nagyon jól sikerültek, a Balogtorony, Vukovics Lacit azt ki ne felejtsem, mert a két diósgyőri gól az nagyon-nagyon kellett, meg az ő habitusa, játéktudása, stb. De az oldaligazolásaink, ugye Balogtorony átjött hozzánk az MTK-tól, egy hihetetlen jó taktikai fegyver volt. És a minőségi légiósunkról, a Szergej Kuznyecovról már ne is feledkezzem el, mert az aztán hát mindennek a teteje. Komolyan mondom, áll a Jóistennek, még a mai napig azért itt van nálunk, és igazi magyarrá lett, és igazi fradistává lett. Uh-huh. Ezt csak úgy izében mondom, és utána majd rátérhetünk ugye a 95-ös dologra, de ez, ahogy említetted, ez volt az alap. Így van. És utána jött a folytonosság, a Tibi 4 év után, amit a végén már meg kell mondjam, az utolsó fél évet, vagy egy évet talán ketten csináltuk, mert a Laci elment a Verebes Józsihoz Győrbe, és akkor ketten vittük végig, és nem, én a magam részéről mindent elkövettem, hogy a Tibit itt tartsam. Tehát ugye mi játékostársak is voltunk, nagyon szép sikert értünk el, 75-ben, 81-ben bajnokságot nyertünk, erről már beszéltünk, de mi ugye a legendás Ebedlényi-Lasi Muha, ahogy említik, az akkori időszak ferencvárosi középpályás sora volt, és én mindent elkövettem, hogy továbbra is vigye a csapatot. De hát aztán ő úgy döntött, hogy ez a 4 év, és én megértettem, mert azért az az eredményes teljesítménykényszer mindenkor, ami a Fradinál előfordul, az azért megviseli az embert, és ő úgy döntött, hogy most egy ideig pihenni fog. És akkor jött a Dezső, akit felkértek, és a Dezső, miután én a Dezsőnek játékostársa is voltam, és nagyon-nagyon jóba voltunk, és a válogatottnál is a 90-es évek elején az olimpiai válogatottnál együtt dolgoztunk, tehát ő felkért, hogy továbbra is segítsem a munkáját. És így történt az, amit mondtál, hogy idézőjelben jogfolytonosság rajtam keresztül, így van, a szakmai pontosan vonalon megmaradt. És még gyakorlatilag az ifi korosztályból később ugye jött egy Lisztes Krisztiánunk, jött egy Rutka Jani. Jött egy Szűcs Misi. Szintén a saját nevelések, lett egy Vince Ottónk, így van. Most ugye a BL csapatról beszélünk, mert hát 92-ben az Ottó még nem volt ott, így most én puskázok, hogy milyen nevek voltak. Ki ne felejtsük, mert szerintem, és ne haragudj, hogy most átvettem, a 92-es bajnokság egyik kulcs momentuma volt szerintem a tavasszal a Fodor Imrének az átigazolása a foci Siófokból. Mert a Fodor Imre játéktudásba és habitusba és személyiségbe egy olyan pluszt adott ennek a csapatnak, ami a bajnoki címig röpítette.
mert az Imre akár az öltözőbe, pedig újoncként csak fél évet volt nálunk, és igazából ő nem volt Fradi nevelés, ha jól tudom, de olyan lökést adott a csapatnak a pontrugásaival, szabadrugásaival, a szellemiségével. Telekmanci említette múltkor, hogy tréfás, amikor már hogy beilleszkedett a foci, és elfogadtatta magát, ami természetesen nem volt nehéz, és Mancinak mindig tréfásan mondta, a gond van hátul, akkor csak passzoljátok ide labdát, és én megoldom, és ez valóban így is volt. Tehát én szerintem egy mindenen túlmutatóan a Fodor Imrének a megjelenése a csapatunkba, az szerintem teli találat volt. Így van. Egyetértek vele, mert kívülről szemlélve a dolgokat. Hát most arról, bocsánat, arról már ne is beszéljünk, ugye, hogy azért a bajnokság, ősszel kezdődött a bajnokság. Eléggé döcögösen indultunk, mert egy győzelem, egy döntetlen, egy győzelem, egy döntetlen. Ha jól emlékszem így vissza. Tehát azért elég döcögösen indultunk. Igen. A tavaszi menetelésünk az úgy hívtuk, hogy a tavaszi hadjárat. Így van. Ilyen napóleoni hadjárat volt, mert talán mindösszesen két döntetlenünk volt, 15 meccset játszottunk, 13 győzelem, két döntetlen, ha jól emlékszem. Uh-huh. De ezekben a győzelmekben is, egy Zalaegerszeg, nem is tudom, 7-0, a Siófok 5-0, mielőtt Diósgyőrbe mentünk. Diósgyőr előtt volt itthon. Így van. És Siófok. Teszem hozzá, hogy ezek a csapatok akkor erős csapatok voltak. Tehát bizony. A vidéki csapatok, a Békés Csabától kezdve Zalaegerszegig, a Siófokon át, szóval a fővárosi csapatokról már ne is beszéljünk, tehát Újpest az mindig ott volt egyébként ebbe az időszakban. Azért ott volt az MTK, ott volt a Vasas, ott volt a Honvéd, tehát ezek voltak a fővárosi riválisok, de mondom még egyszer, a vidék Győr például. De hát ott is 6-0-ra nyertünk, komolyan mondom, ültünk a padon, és nem hittünk a szemünknek, hogy milyen parádésan futballozott a társaság. Okvetlenül említsük meg Lipcsei Petit is. Lipcsei Petit ne hagyjuk. Mert abban a 92-es menetelésben óriási. Nagyon nagy szerepe volt. De ezzel volt, az igen. A bajom, hogy véletlenül az ember kihagy valakit. Most végigmehetünk az összeállításon meg a fotókon, és mindegyikről, ugye már volt egy olyan kérdés, hogy vezéregyéniség. Erre, ha jól emlékszem, még a Vukko is azt mondta, hogy maga posztján mindenki vezéregyéniség volt. Keller Józsin keresztül, és mondom, félek, hogy valakit kihagyok, de mindenki a maga posztján maximumot nyújtott, és vezéregyéniség volt. Az nem nagyon Flórián. Tudok, és nem nagyon szeretek senkit kiemelni, mert ez egy igazi csapatmunka pontosan. Volt. Ezen belül nyilván voltak Fodor, meccseken mindig volt egy vezéregyéniség. Így van. Bocsánat. Így van, és mondom akkor, hát, amit mondtál, hogy ugye Flóri is ott volt, ifjabb Albert Flórián, és amit mondtál, hogy a Szergejt, a Kuznyeszovot, ugye előtte a rendszerváltás is említetted, akkor volt, hogy Ruszkik haza, és amikor a siófoki meccs után kiment a csapat, mindenkit külön-külön tapsoltak, és amikor a Szergejt bemutatták, vagy legalábbis lépjen előre, akkor üvöltött a stadion, hogy Szergej, maradj, Szergej, maradj. Szóval azért ezek felejthetetlen élmények, és ha tovább lépünk, akkor a te karrieredben, akkor voltál a Fradi vezetőedzője is. Á, igen, az azt hiszem, hogy két alkalommal is. Igen, mind a kettő rosszul sült el, amit én előre láttam és tudtam, csak hát egy volt ferencvárosi játékos a felkérésnek nem mondhat nemet. Így van. Nem lehetett visszautasítani, annak ellenére tudtam, hogy ebbe én biztos, hogy bele fogok bukni. Az első, ugye a Dezső, nem tudom másképp mondani, elüldözése után történt, igen. Mert a Dezsőt elüldözték. Akkor ebben most nem menjünk bele. Te kerültél a vezetésbe. És akkor az akkori szakosztályvezető felhívott, és nyilván ez volt a logikus lépés, én akkor tovább vittem a csapatot. Azt hiszem, hogy Csepelen elég nehéz körülmények között tudtunk egy nagyon jó Csepel ellen döntetlent játszani, és amire váltig büszke vagyok, az az Olympiakos kiverése, mert az az Olympiakos ilyen BL szintű, mostani BL szintű Olympiakos volt. Soha nem felejtem el, hogy akkor még a Havasi Misivel Nápolyba mentünk, mert
nyári felkészülés volt, és a Nápolyval játszott, az Olimpiákhoz, és a Misivel én mentem ki feltérképezni az Olimpiákhoz. Summa-summarum az első meccset az Üllőjúton én nekem kellett levezényelnem, nyertünk 3-1-re, azóta is örök hála és köszönet az akkori játékosoknak, hogy oda tették magukat, az Arany Laci gólt rúgott, szegény Isten nyugosztalja, Zavacki Gabi, variációból szereztük meg a vezetést, amit begyakoroltunk egy szöglet után. Tehát én arra az eredményre nagyon-nagyon büszke vagyok. Aztán utána én sikerként könyvelem el a Csepele elleni döntetlent is. Igen. És utána ugye történt a váltás, a Varga Zolit nevezték ki vezetőedzőnek. Én még a Stadler, az Olimpiákhoz utáni meccs a Stadler volt, ott kinkeservesen nyertünk 1-0 az Üllőjúton. Ott igazából az Oli már ki volt nevezve, de gyakorlatilag én vittem végig a csapatot. És utána a kettőnk között volt egy törés, ami én váltig mondom ennyi év távlatából is, hogy nem az én hibámból, de hát akkor én nekem utána el kellett jönnöm a Ferencvárostól. Így van. És akkor egy nagyon-nagyon szerencsétlen időszakba kerültem vissza, és ott én eleve bukásra voltam ítélve. Egyrészt az elvárások és a játékos állomány, az akkori játékos állomány között nem volt megfelelő átfedés. Tehát olyan kívánalmak voltak, hogy bajnokságot nyerni, de ugyanakkor nem voltak meg a szakmai feltételei. Pontosan. Ott én nekem nem is tudom, 4 vagy 5 mérkőzésem adatott meg. Én azt gondolom, hogy ott is szakmailag, amit azzal a kerettel lehetett csinálni, azt én megpróbáltam megoldani. Szerintem nem is volt rossz. Marha nagy pekünk volt mérkőzéseken, gázszer, hadd ne mondjam, vezettünk egy teljesen átalakított csapattal. Kulcsjátékosok mentek el előtte, Lendvai Mikitől kezdve a Szabics Imréig, a Vince Otto is elhagyta a csapatot, tehát újra kellett szervezni. Elég, hogyha csak annyit mondok, és tényleg nem a bántás szándéka, Kulcsár Sanyit, a Váci Zolit, akik ragyogó futballisták voltak, de valljuk be, már a Delelőn túl voltak. Igen. A Fradihoz akkor nem nagyon volt kötődésük, tehát próbáltuk a Vépi Peti barátommal összerakni a csapatot, de tudtam, hogy eleve kudarcra vagyok ítélve, és akkor én le is mondtam, tehát én azt nem tudtam volna elviselni, hogy az én múltammal, nevemmel ez a csapat olyan méltatlan körülmények közé kerül, hogy netán még a kieséssel is megcsapja. Így van. De minden esetre, amiről beszéltünk, ez csak a sikert fémjelzi, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és tudtunk beszélni. Napokat lehetne még beszélni róla, de röviden összefoglaltuk, és köszönjük szépen a nézőknek, akik velünk tartottak, és hát jövő héten ismételten folytatódik műsorunk. Mindig remélem, hogy újdonsággal tudunk beszámolni. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Köszönöm a meghívást.